Egy éve az Egyesült Államok elnöke Donald Trump ennek alkalmával évértékelő beszédet tartott az Amerikai Egyesült Államok elnöke Washingtonban. Donald Trump első évéről és az alkalmi beszédéről Berzi Gergelyt, a Századvég vezető elemzőjét kérdezem. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen önnek is, hogy itt van. Hát amit a sajtó előre belengetett, az nagyjából úgy is volt. Beszélt az illegális bevándorlásról, a mexikói falról, gazdasági dolgokról, állampolgársági kérdésekről. Meg voltak a legkarakteresebb gondolatok most. Azt mondanám, hogy talán a bevándorlási rendszernek a reformja volt a leghangsúlyosabb az elnök beszédében. Látható, és ezt meg is írta a sajtó, hogy egységre törekszik, tehát megpróbálja megteremteni a két párt között az egységet ebben a kérdésben. Ez a gyakorlatban egyébként azt jelenti, hogy a republikánusok, akik egy szigorúbb bevándorlási politikát akarnak, ők és Trump elnök elsősorban a határfal felépítését, ugye a mexikói-amerikai határon építendő falnak a finanszírozását, azt összekötötték egy másik kérdéskörrel, ami pedig a demokrata pártnak fontos. Ők a kiskorú illegális bevándorlóknak járó amnestiát szeretnék törvénybe fektetni. Igen, de ugyanakkor Trump ugye közölte azt, hogy az állampolgársági procedúra az nem lesz könnyebb, ettől függetlenül sem, hogy lényegében valamiféle kompromisszumot próbál a két oldal között kötni. Igen, a kompromisszum tárgya az elsősorban a kiskorúakra vonatkozik. A bevándorlási rendszer többi tekintetében Trump szigorítást akar, tehát korlátozni akarja még a legális bevándorlásnak a felső határát is lejjebb szeretné vinni, illetve például a vízumlottó néven elhíresült rendszert is szeretné megcsorbítani. És lényegében ennek esne áldozatul például a demokraták által oly nagyon áhított családegyesítési program is, amely könnyebbé tenni lényegében az állampolgárság megszerzését. A terroristák bárhol történő elfogásáról is szó volt, ami szervesen kapcsolódhat ehhez a kérdéshez. És ugyanakkor Trump most erről nem beszél, de határozottan kijelentette még a beszédje előtt, hogy Guantánamót ő nem fogja bezárni. Korábban Bush és Obama elnök is már rengeteg foglyot onnan áthelyeztetett más börtönökbe, tehát kvázi jelezte, hogy arra nincs szükség. Így van, sőt Obama meg is ígérte még a választási kampány alatt 2008-ban, hogy bezárja Guantánamót. Akkor nagyjából 50 valahány fogoly volt már csak ott a félsziget. Ez volt az egyik nagy ígérete, amit egyébként megszegett, tehát két éve később a meghosszabbításáról, a fenntartásáról írt alá rendeletet. Trump nem mondta, hogy ő bezárná Guantánamót, ő fenntartaná mindenképpen, és igen, a biztonság is az évértékelő beszéd egyik hangsúlyos témája volt, részben a migrációval összefüggésben, részben pedig a terrorizmussal. Guantánamó mellett a másik fontos téma az, hogy a terrorizmus elleni harcnak a kiterjesztését, ennek az erre vonatkozó törvénynek a fenntartását is belengedte Trump. Ilyen kérdéskörben lehet a két mérleg két oldala között, tehát a republikánusok és a demokraták között valamiféle egyesítő vagy kompromisszumkereső politikát folytatni, mármint mondjuk éppen a terrorizmus kérdésében? Abszolút, a terrorizmus elleni harc ez egy közös pont. Nyilván vannak a módszerekről, meg annak a kiterjedéséről viták, meg hogy mik legyenek a hangsúlyos pontok, de ez azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amiben megszülethet a két párti. Büszke és erős Amerikáról beszélt Trump, elsősorban a gazdasági kérdéseket tekintve. Itt elemzők korábban beszéltek arról, hogy a Kínával kapcsolatos megjegyzései nem lesznek túl barátságosak, pontosabban megpróbálja felvenni a kesztyűt az ázsiai, hát nem szuper, de a nagy hatalommal. Ezzel kapcsolatban mit mondott? Soha nem is bánt kesztyűs kézzel Kínával. Azért mondom, igen. Tehát ha megfigyeljük már a kampánytól kezdve, de elnöksége alatt végig nagyon kemény dolgokat mondott Kínával kapcsolatban. Itt szerintem teljesen egyértelmű és következetes az elnök álláspontja. Ő azt mondja, hogy jó a nemzetközi szabad kereskedelem, de ehhez az kell, hogy mindenki betartsa a szabályokat. Kína például ne alkalmazzon olyan kereskedelmi szakpolitikai intézkedéseket, amelyek hátrányosan érintik Amerikát. Gondolok itt például a valuták manipulációjára vagy egyéb technikákra. Ezzel kapcsolatban nem várok változást Trumptól. Keményen neki fog menni Kínának, amiért az egyik legfontosabb riválisának tart az Egyesült Államoknak. Ilyen szempontból mondjuk az Európai Unió hogyan lesz érintett, amely mind a két oldala próbál jó kapcsolatot ápolni? Tehát, hogyha most egy picit eljövünk Washingtonból vissza Európába. Igen, az Európai Unió szerepéből adódóan is egy ilyen hát kompromisszumkeresőbb, mindenkivel jó kapcsolatot ápoló hatalom. Ez elsősorban egyébként a német vezetésnek köszönhető, ez Németország külpolitikájának a sajátossága. Azt gondolom, hogy Európai Uniót kevésbé fogják negatívan érinteni a trumpi új kereskedelmi politikai elképzelések, de az biztos, hogy már áldozatul esett a TTIP tárgyalás sorozat például ennek, tehát az Európa és Amerika között létesítendő szabadkereskedelmi megállapodás az bizony súszni fog.
Még volt egy karakteres mondata, Trumpnak szeretné a hadsereget és a nukleáris arzenált fejleszteni. Ez egyfajta üzenet mondjuk Korea felé, vagy általában véve amerikai elnökök ezt szokták mondani, mert mondjuk azt, hogy ez egy ilyen népszerű mondat. Korea számára világosra tette, illetve Észak-Korea számára világosra tette, hogy nem zárja ki továbbra sem a katonai megoldást. Inkább általánosan értelmezném a hadseregreformot, illetve a hadseregfejlesztését. Ez is egy nagy ígérete volt Trumpnak. Klasszikus konzervatív politika egyébként ebben a tekintetben is, amit a Trump adminisztráció visz. Rengeteg pénzt fektetnek a hadseregben, nagyon komoly fejlesztéseket fognak végrehajtani a következő években. Ugye meglehetősen frissek vagyunk e tekintetben már, mint hogy most beszélgetünk, mert hogy 4 órával ezelőtt kezdődött a beszéd, tehát nagyjából nem tudom, 2,5 órája érhetett körülbelül véget, és most próbáljuk elemezni. De ön hogy látja, jelenleg Trump ugyanolyan népszerű, mint 1 évvel ezelőtt volt, vagy veszített abból a hihetetlen lendületből, amit 1 évvel ezelőtt tudott produkálni? Ez a népszerűség egy érdekes kérdés, mert ugye általában azt szokták vele kapcsolatban elmondani, hogy történelmi mélységben van a népszerűsége. Inkább úgy fogalmaznék, hogy Trumpnak van egy nagyon stabil bázisa, társadalmi bázisa, ami megmutatkozott a választásokban is. Ez a bázis szerintem azért nagy részt kitartott az elnök mellett. Kétségtelen, hogy ő egy megosztó elnök, tehát nem az, aki mögé felsorakozik bármelyik pillanatban a demokrata bázis is. Rendkívül megosztó kérdéseket is vett föl, de például ez a beszéd is abba az irányba viszi el szerintem az amerikai politikát, hogy egy kicsit ez a széttartó társadalmi vagy politikai hozzáállás egy kicsit közel legyen egymáshoz. Berzi Gergely, köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm szépen.